Felháborító, hogy nemzeti konzultációra milliárdokat költ a kormány, közben pedig rendőrőrsöket zárnak be Baranya megyében, állítja a Jobbik. A párt szerint felmerül a kérdés, hogy mi indokolja ezt a lépést. Esetleg rendőrhiány van, vagy elfogyott a pénz a működtetésre. Sas Zoltánt kérdezzük. Aki a Nemzetbiztonsági Bizottság jobbikos elnöke, jó estét kívánok, köszöntöm nálunk. Ne zárjon be a kormány vidéki rendőrőrsöket, ugye ezt kéri. Hol zártak be, mennyit zártak be, hogy jutott ez a tudomására? Néhány nappal ezelőtt egy lakossági információt kaptunk, hogy Baranya megyében több rendőrőrsöt bezártak. Ugye ilyenkor egy országgyűlési képviselő mit tehet? Ugye elsősorban írtam egy írásbeli kérdést Magyarország belügyminiszternek, hogy tájékoztasson erről az ügyről, illetve leutaztam Baranya megyébe, és meggyőződtem személyesen, hogy a hír igaz-e. És az a helyzet, hogy a hír igaz, Villány, Harkány és Beremen településeken került lakat a rendőrség. Tehát ezen a három településen már egészen biztos. Más megyékről tud, hogy bezárnak, vagy ezt a hármat tudja? Én nem tudom, hogy hány rendőrös van Magyarországon, de ez a három, ez az egész országban nem tűnik soknak. Tehát ez egy tendenciát lát ebben? Hát pont ezt szeretnénk kideríteni, mert abszolút nem mindegy, hogy ez egy országos tendencia, vagy egy lokális probléma, hiszen azért nem felejtsük el, hogy ugye Baranya megyének a déli része az egy határ szakasz közelébe található, tehát ott azért számtalan olyan kihívás van, aminek meg kell felelni, és például egy rendőrösnek a létrehozása vagy bezárása az nyilván a belügyminiszternek a hatáskörébe tartozik. De nem mindegy, hogy milyen okból szüntetik meg. Lehetnek szakmai okai természetesen, amit ilyen örömmel várom, hogyha meggyőznek róla. Ott lent nem tudott erről tájékozódni, nem tudom, beszélt esetleg ott dolgozókkal, vagy akik ott dolgoztak rendőrökkel, hogy ők kaptak-e bármilyen indokot arra, hogy holnaptól bezárjuk ezt az őrsöt? A térségben lakók, illetőleg a korábban ott szolgáltatott teljesítők, ők úgy vélik, hogy ennek gazdasági okai vannak, hogy a kormányzat nem tudja, vagy nem akarja kifizetni azt a pénzt, ami az őrsöknek a működésével kapcsolatba felmerül. Tehát kifejezetten gazdasági okokra hivatkoznak. Egyébként lehetne szakmai oka például az, hogy a szomszédország, vagy Horvátország a Schengen övezetnek még tagja lesz, vagy nem tagja még, és akkor például ezt el lehetne fogadni, hogy ebbe az irányba mozdulunk. De jelen pillanatban nem Schengen övezet, tehát azokra az őrsökre ott igenis szükség van. Mekkora költség ez egyébként? Hát ezeket a belügyminisztrium tudja megmondani pontosan, ebben nem szaladnék belőle, hogy pontatlanul jelöljek meg ilyeneket. Ja, azt mondja, hogy a kormányzati kommunikáció szerint nincsen rendőrhiány, ezt olvastam öntől, nincsen rendőrhiány? Hát ugye a kormányzati kommunikáció azt propagálja folyamatosan, hogy nincsen rendőrhiány. Én azt gondolom, hogy természetesen az is lehet egy oka, hogy ezeket az őrsöket bezárják, hogy nem tudják kiadni azt a minimum létszámot, ami szükséges az őrsök működéséhez. Mennyi a minimum létszám? Hát ez az őrsöknek a létszámától függ, tehát ez megint egyes ügyre le lehet bontani. Én azt gondolom, hogy Magyarországon lenne még szükség bőven rendőrökre, és különösen lenne szükség határvadászokra, és ugye a megnövekezett igénybevételnek a déli határszakaszon, valamint a keletén is egyébként. Ugye azt mondta, hogy írt levelet Pintér Sándornak, kapott-e bármilyen választ? Eddig még nem kaptam. Mikor küldte le a levelet? Gyakorlatilag néhány nappal ezelőtt, tehát amikor lementünk, tehát valószínűleg a válasz a jövő héten megérkezik. Jó, egészen más, ugye mondtam az adás elején, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság jobbikos elnöke, vizsgálták a Márki-Zay Péterféle kampánytámogatást külföldről, Amerikából, egyébként érkezik ma az adásba, és lesz is erről szó. Indult egy titkos szolgálati vizsgálat, tud-e ilyenről, mert erről teljesen egymásnak ellentmondó információk láttak napvilágot. Így van, ezt én is tapasztaltam a sajtóban, hogy hát eléggé ellentmondásos információk jelentek meg. Hát konkrétan, hogy indult, meg hogy nem indult. Így van, és én abban nehéz helyzetben vagyok, hogy ezt itt nem tudom feloldani, ezt az ellentétet, viszont annyit már megtettem az ügyből, hogy holnap után 10 órakor lesz Nemzetbiztonsági Bizottságülés, ismét zárt ülés lesz, és kezdeményeztem már a többséget adott, mert ugye minden bizottságban, a parlamentben a többséget a kormánypárt adja, hiába van ellenzéki elnök, azért ezt tudnunk kell. De már ketten vannak, ugye? Kettő ellenzéki van, így van, és már kezdeményeztem azt, hogy jussunk már odáig, hogy ugye láthatólag egy komoly társadalmi érdeklődés van ebbe a kérdésbe. És jussunk már oda, hogy egy bizottság egy álláspontot ismertet, hogy mindenki tudhassa, hogy pontosan mit csinálunk ebbe a bizottságba, ebbe az ügybe. De egyébként ugye ez zárt ülés, nyilván azért nem beszélhet róla, mert nem tudom, minősített adatnak számít, de azt sem lehet tudni, hogy indult vagy nem indult. A jelenlegi jogi helyzet az, hogy ezt az információt, hogy mi történik a bizottságban, a bizottság jegyzőkönyvéből tudnánk kinyerni. Az viszont minősített adathoz kezel. Jó, akkor úgy kérdezem, hogy ha indult volna, akkor Márki-Zay Péter tudna róla? Nem.
Jó, azért, mert én ezt mindig megkérdezem tőle, két hete volt itt, és akkor is megkérdeztem, és ma is szándékomban lehet megkérdezni, hogy ha miatta, vagy az MMM pénzei miatt vizsgálódnak, akkor ő tudna. Na szóval akkor azt sem tudja elmondani, hogy mit vizsgáltak, mi derült ki, kiderült-e bármi, lesz-e további vizsgálat ebben az ügyben, azt meg tudja mondani a jövőben? Vagy lezárták ezt a dolgot? Nem tudok ezekre sajnos válaszolni. Én bízom benne, hogy holnap után a többség megszavazza azt, hogy végre elmondhassuk, hogy mi történik a bizottságülésen. Higgy el, én nagyon boldog lennék tőle, ha végre ezeket elmondhatnák, mert elég nyomasztó, hogy ezeket nagyon-nagyon szívesen elmondanám önnek. Azért még egyet kérdezek, aztán maximum erre sem válaszol. Azt sem változtat-e a dolgon, hogy azóta Márki-Zay Péter egy videójában elismerte azt, hogy az ellenzék kampányára is fordítottak ebből a pénzből. Ezt azért kérdezem, mert ő korábban azt mondta, hogy nem. Viszont most konkrétan azt mondta egy hete kedden, hogy az ő tudomása szerint az Action for Democracy, ugye a kinti magyarok körében gyűjtötte össze ezt a majdnem 2 milliárd forintot, ami nélkül még ennyire komoly kampány sem tudott volna folytatni az ellenzék, miközben a Fidesz 100-szor ennyi pénzt költött el. Ha ez így van, most a bizottságtól, vagy a bizottság munkájától függetlenül, akkor ez törvénytelen? Hát a jelenlegi szabályozás szerint ugye egyesületek kaphatnak kívülről, tehát külföldről támogatást. Az világos. Viszont nem. Úgyhogy nagyon nehéz ezt megítélni, hogy kerültek a pénzek, és hova kerültek a pénzek. Az én tudomásom szerint nem kerültek párthoz külföldi pénzek. Hogy Márki-Zay Péter ezt másképp tudja, nyilván ő jobban tudja, vagy jobban tudhatja, hiszen ő ott volt, de ezekre én jelen pillanatban nem tudok választ adni. Az biztos, hogy ebbe az ügybe, hogy mondjuk a Nemzetbiztonsági Bizottságot is ugye felkérték különféle vizsgálatok lefolytatására, azt ne felejtsük el, hogy ezzel párhuzamosan zajlik egy nyomozás is, aminek a rendőrhatóságnak jóval nagyobb hatásköre van, hogy ezeket a dolgokat fel tudja tárni. Na, hát ha kiderül valami, vagy holnap a bizottság ülésén, amiről lehet beszámolunk. Köszönöm szépen, hogy itt volt.